Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntelek, kedves másodikos középiskolások! Ábrahám Lívia vagyok, a török-kanizsai Dosite Obradović gimnázium és szakiskola magyar tanára. Ezen a héten én leszek veletek, én foglak benneteket kalauzolni a magyar nyelv útvesztőiben, és remélem ez az együttműködés sikeres lesz. Az elkövetkező órákon a szófajokkal fogunk megismerkedni. Az egyik előző órán az igét már tanultátok, most ezt fogjuk egy kicsit átismételni, gyakorolni, tehát ez egy összefoglaló, gyakorló óra lesz. Az ige fogalmát biztos mindenki ismeri, az ige cselekvést, történést, létezést, állapotváltozást kifejező szófaj. Ugye cselekvés, ír, tanul, sétál, történés, hervad, esik, álmodik, létezés, van, lesz. És ugye a tagadó alakja a nincs, és az állapotváltozás örül, fázik, szomorkodik. De mit kell még az igéről tudni? Az igének van ideje. Három igeidő van, a múlt, a jelen és a jövő. A múlt idő jele az 1T, illetve a 2T. 1T-t írunk az ige végére, ha mással hangzóra fejeződik, és 2T-t írunk a végére, hogyha magánhangzóra fejeződik. Például írt, tanult, illetve olvasott. A jelen időnek, ugye, ami jelenben történik, ennek nincs jele. Ír, olvas, tanul. A jövő időnek a jele a ni fog. Írni fog, olvasni fog, tanulni fog. Megyünk tovább. Következnek az igemódok. Három fajta igemód van. A kijelentő mód, ugye valóban cselekszik valaki vagy valami, például hord, rajzol, tanul. A feltételes mód, itt a cselekvés valamilyen feltételhez van kötve, például hordana, rajzolna, tanulna. És a felszólító mód, a felszólítás különböző árnyalatait, parancsot, kérést, biztatást fejeznek ki, például hordj, rajzolj, tanulj. És akkor most megnézzük külön-külön ezeket az ige módokat. Az első a kijelentő mód. Ugye ismételjük át, kijelentő mód. Kijelentjük, hogy valóban cselekszik valaki, vagy történik valami. A kijelentő módnak nincs jele. És akkor kössük össze a kijelentő módot az igeidőkkel. Kijelentő módban mind a három időben ki tudjuk magunkat fejezni. Készítettem egy táblázatot, először a jelen idő, én írok, te írsz, ő ír. Mi írunk, ti írtok, ők írnak. Majd a múlt idő, én írtam, te írtál, ő írt. Mi írtunk, ti írtatok, ők írtak. És kijelentő módban a jövő időt is ki tudjuk fejezni. Én írni fogok, te írni fogsz, ő írni fog. Mi írni fogunk, ti írni fogtok, és ők írni fognak. Megyünk tovább, a következő, a feltételes mód. Ugye a feltételes mód a cselekvés végrehajtása valamilyen feltételhez van kötve. Itt már van jel, ugye a na-ne, na-né. Feltételes módban a jelen időben tudjuk kifejezni, és a múlt időben. Tehát jövő időben feltételes mód nincs. Jelen időben én írnék, te írnál, ő írna, mi írnánk, ti írnátok, és ők írnának.
múlt időben, én írtam volna, te írtál volna, ő írt volna, mi írtunk volna, ti írtatok volna, és ők írtak volna. És az utolsó a felszólító mód. Ugye felszólítunk valakit a cselekvés végrehajtására, a felszólító mód jele a jé. Felszólítani csak jelen időben tudunk. Én írjam, te írjál, ő írjon, mi írjunk, ti írjatok, és ők írjanak. Tehát ezek voltak az igemódok. A következő az igeragozás. Ugye a magyar nyelv ebben is különleges, hogy kétfajta igeragozása van, alanyi és tárgyas. A gyerekeknek mindig azt mondom, mikor próbáljuk megkülönböztetni a kettőt, hogy az alanyi ragozásnál a lényeg az alany személye. A tárgyas ragozásnál viszont oda teszünk egy tárgyat, ugye például azt írtam, hogy én írom a levelet. Tehát oda teszünk egy tárgyat, és oda teszünk egy határozott névelőt. Most ragozzuk el ezt is, ugye alanyi ragozásban én írok valamit. Tehát az alany személye a fontos, és nem az, hogy mit. Én írok, te írsz, ő ír, mi írunk, ti írtok, és ők írnak. A tárgyas ragozásnál oda teszünk egy tárgyat. Én írom, te írod, ő írja, mi írjuk, ti írjátok, és ők írják. Tehát kicsit nehéz, de azért, ha gyakoroljuk, akkor ezt is meg lehet tanulni. A következő, amiről még szeretnék beszélni, az ikes igék. A magyar nyelvben van ilyen is, hogy ikes ige. Mik az ikes igék? Azok az igék, amelyek jelen időben, kijelentő módban, egyes szám harmadik személyben ikre végződnek. Például eszik, iszik, alszik. És egy kicsit különbözik a ragozásuk is. Nézzük ezt át. Ugye egyes számban, kijelentő módban én iszom, te iszol, ő iszik. Feltételes módban én innám, te innál, ő innék. És felszólító módban én igyam, te igyál, ő igyék. Tehát erre is egy kicsit figyeljünk, amikor beszélünk. És akkor nézzük az első feladatot. Ragozd el a tanul igét a következő szempontok szerint. Először kijelentő mód, jövőidő, alanyi ragozás. Majd feltételes mód, múltidő, tárgyas ragozás. És az utolsó, felszólító mód, jelen idő, alanyi ragozás. Hagyok nektek egy kis időt gondolkodásra. És akkor nézzük a megoldásokat. Mikor ilyen feladatot adok, akkor mindig mondom a tanulóknak, hogy kicsit gondolkodjanak. Ugye az első ige az kijelentő módban, jövő időben és alanyi ragozásban kell, hogy legyen. Tehát úgy kell végigragozni. Kijelentő mód, ugye tudjuk, hogy nincs neki jele. Tanul. Ugye én tanulok. De itt a jövő idő. Tehát ugye itt már használnunk kell egy segédigét. Holnap tanulni fogok, és ugye alanyi ragozás, tehát nem kell oda tenni tárgyat. Én tanulni fogok, te tanulni fogsz, ő tanulni fog, mi tanulni fogunk, ti tanulni fogtok, és ők tanulni fognak. Ez a helyes megoldás.
A második feltételes mód, múlt idő és tárgyas ragozás. Gondolkodjunk egy kicsit, a feltételes módnak van jele a na, ne, náné. Igen? Tehát tanulnék, ha lenne időm, vagy kedvem. De ugye múlt időben kell, hogy legyen, tehát tanultam volna, és ugye tárgyas ragozásban, tehát oda teszünk egy tárgyat. Én tanultam volna a matekot tegnap, ha lett volna kedvem. Tehát ragozzuk el, én tanultam volna, te tanultad volna, ő tanulta volna, mi tanultuk volna, ti tanultátok volna, és ők tanulták volna. Ez a helyes megoldás. És akkor nézzük a harmadik igeragozást, felszólító mód, jelen idő, alanyi ragozás. Tudjuk, hogy a felszólító módnak a jele a jé, felszólító mód csak jelen időben van, tehát én tanuljam matekot, de ugye alanyi ragozás, ezért én tanuljak. Én tanuljak, te tanuljál, ő tanuljon, mi tanuljunk, ti tanuljatok, és ők tanuljanak. A következő feladat egy interaktív játék. A felső mezőben vannak kártyák, szókártyák, amin igék vannak, és ugye be kell helyezni a megfelelő téglalakba, tehát itt az ige módokat fogjuk egy kicsit gyakorolni. Nézzük akkor, kezdjük az alsó sorral, enni fogsz, ugye, kijelentő mód, de jövő idő. Pirulna, feltételes mód, ugye ott a na feltételes mód jele, hív, kijelentő mód, meséltem, szintén kijelentő mód, azzal, hogy rajta van a múlt időjele, másoltad, ugyanez a helyzet, kijelentő mód, hinném, feltételes mód, elkészítették volna, ugye, feltételes mód, ott a volna, bűzlik, kijelentő mód, tanuljatok, felszólító mód, főjön meg, felszólító mód, ragozzátok, felszólító mód, hazudnál, ugye, feltételes mód, evezünk, kijelentő mód, és akkor az utolsó sor, kérd el, felszólító mód, kértem volna, feltételes mód, mennék, szintén feltételes mód, csak jelen idő, higgyetek, felszólító mód, másold, felszólító mód, sütnék, feltételes mód. Kicsit határozottabban kell, és evezzünk, felszólító mód. Jó? Ellenőrizik. Pirulna, hinném, elkészítették volna, hazudnál, kértem volna, mennék, sütnék. Ez a feltételes mód. Enni fogsz, hív, meséltem, másoltad, bűzlik, evezünk, kijelentő mód. És a felszólító mód, tanuljatok, főjön meg, ragozzátok, kérd el, higgyetek, másold, és evezzünk. És a válaszok beküldése... Mind helyes. És akkor a játék után adnék fel házi feladatot,
A következő igéknek határozd meg az idejét, a módját, a számát, a személyét és a ragozását. Az igék pedig a következők: éreztétek, mereng, futnák, hagytuk volna, és kérni fog. Tehát ezt a következő órára oldjátok meg. Köszönöm szépen a figyelmet!